Sziasztok! A Kecskeméti Ketlebe Sport Egyesület EB csapatával fogunk ma beszélgetni. Megpróbálunk mindenkiről megtudni valamilyen érdekes információt. Kezdjük a beszélgetés Piszmány Gétúval. Zsófit a 16 kg-as szakításra fog szindulni, és már ez a harmadik Európa bajnoksága lesz. Na, ez király. Az előző EB-n mi az eredményünk szerepelként? Értem. És akkor ehhez képest a mostani EB-n próbálsz jövődni? Jó, hát reméljük, hogy sikerülni fog. A következő versenyzőnk Polyák László, ő 32 kilós hosszú ciklussal fog versenyezni, és a célja, hogy mesterszintet szerezzen. Egyszer már nekifutott ennek, és nem olyan sokkal maradt el. Igen, ez így történt. Szerbiában, szeptemberben. 55 ismétlés sikerült csinálni, és a 50 hetet szerettem volna elérni. Két ismétlés azért nem tudjuk soknak így, de azért az utolsó perc nem tudjuk. Az utolsó pár percben azért a kettő sem nem soknak így. Igen. Ez van minden elpár az embernek. És akkor most próbálod ezt? Hát most próbálom még egyszer. Hátha. Nem is egy közös. Jó, ebben a versenyszámon te vagy Magyarországon a legjobb, azt mondhatjuk. És pedig nem vagy már fiatal, dolgozó családoknak. Mi kell ehhez, hogy ilyen jó teljesítmény? Hát igazából szerintem elszánság. Mennyit kell edzeni hiszen? Hát heti 3-at szoktam kettő bele edzeni, meg kettőt erősíteni, meg egyet kettőt. Azért ez nem kevés. Egy edzés, egy óra hosszabb. Egy edzés, egy másfél óra kb. Munkással mindenem. És akkor most az EB-n a célod 60 darab hosszú ciklus? Hát én már 57-et is megedzem, és 60 perc a jobban. Reméljük, hogy sikerülni fog. Azért a mester szintű teljesítménnyel már a legtöbbször dobogót lehet elcsípni, úgyhogy ez nagyon jó lenne, hogyha összejönne. Ajánlatszik. Következő versenyzőnk, Balog Anna Mari. Sziasztok! Anna Mari, 16 kilós szakítás. Lányok a legtöbben szakítással próbálkoznak. 5 éve jársz már hozzánk edzeni, ugye? Így van. És teljesen a nulláról, előtte nem sportoltál sem. Semmit, így van. Hát hogy jött ez az egész? És hogy ragadtál itt benne? Hát igazából párom találta az interneten ezt a lehetőséget, eljöttünk kipróbálni, az első óra után megfogadtam, hogy többet nem jövök, és ahhoz képest már lassan 5 éve járunk, igen, nagyon megszerettem, és nagyon jó sport. Uh-huh. És voltam már pár versenyen, de mégis ez az első olyan versenyed, ami tényleg egy nemzetközi komoly verseny. Így van, így hogy van. Jött ez az elhatározás most? Igen, hát az első komoly versenyem, mivel itt lesz ugye helyben, így mindenképp úgy gondoltam, hogy indulnom kell. Nagyon szeretnék magamnak bizonyítani főleg, meg jó eredményt elérni. Uh-huh. Mit vársz magadtól? Jól fog menni? Hát remélem, nagyon sokat készülök rá, úgyhogy remélem, hogy megdöntöm a saját rekordomat, ez a cél igazából. Úgyhogy nagyon készülök rá, remélem jól sikerül. Biztos sokan kijönnek szurkolni is majd. Még. Ez neked jó vagy rossz? Hát attól függ, reméljük, hogy motivál. Jól sikerült. Hát reméljük, hogy jól fog sikerülni. Megyünk tovább, mert annyira nincsen sok időnk. A következő Szabó Ádám. Sziasztok! 24 kilós biatlonba indul. Te, Ádám, nemrég kezdtél el egyáltalán 24 kilós súlyokkal edzeni. Sokan kicsit tartanak már ettől is. Hogy jött ez neked? Hát 24 kilósa, ugye 4 hónapja, tehát 2018. január óta igen. Kezdtem el edzeni, és igazából az EB adott nekem motivációt, hogy indulhassak. Igen, mert ott rá voltam kényszerítve, ugye? Így van, így van, így van. És előtte én csak 16 kilóval versenyeztem, meg nemzetközi igen. Versenyeken egyáltalán nem. Ez érdekes egyébként, mert sokan vannak így vele, hogy edzenek, de úgy 16 kiló, 20 kiló elég ott megállnak, és nem annyira akarnak a 24-essel edzeni. És most, hogy már ezzel dolgozol, mit gondolsz, hogy... Hát nem egy felüdülés, de lehet hozzá így. Lehet szokni, sőt, igazából teljesen motivál, hogy minél többet tudjak elérni. És jobban is fejlődsz tőle, hogy érzed? Egyértelműen, igen. Fizikailag? Igen. Azért az már emberes súly. Jó, és rólad még azt kell tudni, hogy te aztán egy ilyen multifunkcionális srác vagy.
rengeteg sportot kipróbáltál, meg egyszerre mindig több dolgot is sportolsz, most is, ha jött van, boxolni jársz. Így van, így van. Bár most az EB miatt ugye a boxot azt kicsit alább hagytam, de a box mellett én rendszeresen, vagy hát a kettlebell edzések mellett én rendszeresen jártam box, meg tájbox edzésre, meg spárter részversenyekre is. És ezekhez hogy kapcsolódsz hozzá a kettlebell? Hát rendkívül jó erősítő funkciója van neki. Igen, emlékszek, az elején a kettlebellre jöttél, a másik kiegészítése jelent, igen, hogy pontosan, a box jobban legyen, aztán egy kicsit mostanában átfordult. Hogy... Így van, heti 3 box edzésre jártam, és 2 kettlebellre. Most ez váltott ilyen heti 3 kettlebell edzésre. Ah, ez király. És mi az EB-n a célod? Mennyit szeretnél csinálni? Hát szerintem egy 70-80 darab lökés, meg egy 140-150 szakítás környéke adnak. Nagyon tudnék örülni. Meg ha kibírom a 10 percet. Szép is lenne. Hát reméljük, hogy sikerülni fog, sok sikert. Következő versenyzőnk Szabó Erika. 16 kg-os szakítás ismét. Ez a szakítás a lányoknál úgy látom, hogy eléggé befutott dolog. Hát igen, hát nekem a 3 gyakorlat közül ez a legjobban, a többi mindig valami hiba van, és így ez a szakítás volt, ami nekem a legjobban tetszett. Uh-huh. És igaz, még nagyon sok javítani való van a technikámban, de én szeretem csinálni. Uh-huh. Mi az eddigi legjobb eredményed szakításban? Hát tavaly novemberben 3. voltam, és... Hány darabot csináltál? 122 darabot. 122 darabot. Most azért egy 150-160 szeretnék az elmény. 150-160? Hát igen, ez is jár a 2-3-szor, hogy meglegyen. Erika köztünk mindig az örök optimista. Tényleg, amikor múltkor megkérdeztem, hogy mennyit szeretnél legközelebb csinálni, azt mondta 200-at. Akkor jártál 100. De ez nagyon fontos. 20, de igen. Pesszivista nem lehet hozzá. Igen. Ez király dolog. És akkor az EB 150-160, de azért maradunk a 200-nál. Előbb-utóbb meg lesz. Évvégére az a cél, hogy a 200 meg. Jó. Hát reméljük, hogy sikerülni fog. Megyünk is tovább a következő lányra. Himpelman Éva, nem fogjátok kitalálni, ő is szakítani fog. 16 kg-ban. Az előző versenyen csinálta egy egyéni csúcsot, és ez egy nagy áttörés volt, mert sokkal jobb volt, mint az addigi eredményeid, ugye? Sokkal jobb. A novemberi versenyen 113-at szakítottam, februárban is 151-et. Ez nagyon ez majdnem 40 darabban több. És egy csomó ideig ugye voltál egy szinten, aztán hirtelen tovább léptél. Hirtelen tovább léptem, igyekszem nagyon odafigyelni edzésen a technikára, illetve azoktól ellesni a technikát, akiknek ez sokkal jobban megy. Mm-hmm. És szerinted csak ezen múlott ez a plusz 40 darab? Hát... Vagy hogy érezted, miközben csináltad? Hogy... Kitartás. Szorgalmas edzés. Uh-huh. Értem. Hát nem is könnyű neked sokszor edzésre jutni, a család mellett sportolsz te is. Így milyen van. Család mellett sportolni? Korábban nehéz volt megoldani, most már azért egyszerűbb. Amikor én edzésre jövök, akkor a párom vigyáz a kislányra. Úgyhogy... Egyszer-kétszer már a lányod is volt edzeni. Így van, nagyon lelkes, csak még nagyon kicsi ahhoz, hogy odafigyeljen konkrétan arra, hogy mit csinál. Igen. De nagyon szeret eljönni mindig. Igen. Biztos, hogy később fogja is csinálni. Mi a célod a versenyen? Hát mindenképpen szeretnék többet csinálni, mint a februári országos bajnokságon. Hát a célom az egy 170-180. Érdekes, hogy mindenki a darabszámokat tűz ki célnak, de még nem mondott senki, hogy hanyadik akar lenni, első, második, harmadik. Az nagyba függ a mezőnytől is, igen. Mennyire erős. Elsősorban mindig saját magamnál szeretnék jobban teljesíteni. Ez tök jó. Jó ez a hozzáállás. Jó, következő versenyzőnk Benkő Attila. 24 kilogrammos hosszú ciklusban fogsz versenyezni. Hát Attiláról azt kell tudni, hogy ő is egy veterán srác nálunk, de a fiatalokat meghazudtoló módon jár edzésre. Nagyon szorgalmas és nagyon kitartó a kettlebellben. Mi hagy téged, Attila? Nagyon megszerettem én is ezt a sportot. 4,5 éve űzöm. Gyakorlatilag az elején folyamatosan jobb és jobb teljesítményt sikerült elérni. Ez azért egy óriási pozitív hajtóerő. Az utóbbi időben több kisebb-nagyobb sérülést a felkészülést, úgyhogy egy kicsit alábbhagyott a lendület, de
azért szeretném, hogyha most ezen az EB-n sikerülne ismét visszazökkenni a régi kerékvágásba. Hát igen, a kezed nem is rég műtötték, ugye? Hát másfél hónapja tudok újra edzeni, igen. Fél éve rávettem magam, hogy az EB-re mindent bevetek, tehát igen. Teljes erővel készülni fogok, és sajnos közben jött egy hüvelygyulladás. Úgyhogy ez majdnem keresztül húzta a terveimet. Igen, de azért nem babrált ki veled, mert most egy hónappal az EB előtt ütöttető, hogy mégis. Igen, remélem, mégis hogy jövődekes van. Van itt egy érdekes téma még veled is, hogy jár súlyemelésre is. Heti kétszer a Pálin Csabáékhoz, és ez hogy passzol a kettlebellhez? Mert azért okonsportál a kettő, csak pont a két ellentét. Hát, aki komolyan akar kettlebellezni, annak nem ajánlom, hogy súlyemelésre járjon. Üti egymást a kettő azért elég rendesen. A kettlebell az egy állóképesség is pont, a súlyemelés ez meg főleg gyors robbanékony erőt kíván. A kettő más izomrostokat fejleszt és más fajta izomfelépítés kell hozzá. Abból a szempontból viszont nagyon jó, hogy az izületi mobilizációt azért a súlyemelés az igencsak fejleszti, és a statikus erőt is, tehát azért könnyebb a nehezebb súlyokkal dolgozni. De azért ugye a gyakorlataiból mi is egy párat hasznosítunk. Gugolás, erőt. Igen, főleg a kiegészítő gyakorlatoknál azért sok olyan mozdulat van, amit azért súlyemeléssel elég erősen be kell gyakorolni. Igen, csak mondjuk mi is inkább adtuk a magas ismétlés számot. Igen, tehát a súlyemelésen az összismétlés az a maximum. De azért, hogyha mondjuk valaki nem olyan erős egy súlyhoz, 16-24 kg, vagy bármi, lehet, hogy tud egy kicsit lendíteni rajta. Hát kiegészítésként valószínű, hogy azért jó, de hogyha úgy nagyjából egyforma mennyiségű csinálja az ember, akkor visszavetni. Érdekes dolog ez. Én úgy érzem. Nyilván egy ilyen válogatja. De még szerencsén mindkettőt szereted, aztán... Igen, jó, a másikat is. Fiad is súlyemelő. A figyelme az igen, a kettlebellben sajnos, amikor megpróbálta, akkor szerintem azt érezte, hogy nem megy úgy, mint nekem, vagy mint a többieknek, és súlyemelésben nagyon gyorsan vagyok. Igen, ez ahogy szaladom mindig, hogy nagyon ügyes. Mi a célod az EB? Hát szeretném megközelíteni a 10 percet, tehát most azt a nagy képviség lenne mondani, hogy 10 percet szeretnék csinálni, ha sikerülne egy 9 percet, elérni, amelyen van. Hát reméljük, hogy sikerülni fog. Megyünk is tovább, mert alig van már időnk. Szilvi, 16 kg-os egykezes hosszú ciklussal fogsz versenyezni. Egy nem szakítós lány. Te nem is olyan régóta kettlebellezel, de ez már rögtön a harmadik versenyed, ami nem indulsz. Hogy történik ez? Valaki több év után sem erre jönni egy versenyre, te meg itt aztán mész mindenhol. Igen, hát tavaly júliusban kezdtem az alapoktól, 8 kilóval. Az első versenyre engem is úgy kellett rábeszélni, tehát hetekig tartott a puhítás, mire beneveztem, és annyira megtetszett a hangulata, hogy utána már elkapott a gépszíj, és egyértelmű volt, hogy akkor a többi versenyen is megmérettetem magam. És hát akkor ez megérte? Megértem, mert eddig elég jó eredményeket értem el. Igen, szerintem is. Az EB-n mit szeretnél csinálni? Van valamilyen célod? Hát az EB-n szeretnék versenyezni. Szeretnék nyerni, szeretném a 10 percet megcsinálni, 16 kg-mal még ugye csak egy hónapja edzek. Igen. Ennyi. Gyorsan, rövidre zártad. Igen, mert látom, hogy kevés az. Jó, következő Szabó Attila, 24 kg-os hosszú ciklus. Sziasztok. És te is veteránba fogsz versenyezni. Te Oroszországban születél. Orosz sport. Valamit mondjál nekünk erről. Hogy találtál rá a kettlebellre? Kiüregettem most a küzdősportot. Lesérültem, de mindig is csináltam valamit kell csinálni. És amikor edzesz a kettlebellel, akkor nincs valamilyen... Oroszok. Nem jössz rá, hogy miért származhat ez olyan az oroszoktól? Hát ott mindenki nagyon erős, én nem tudom egyébként. Rágondolok az orosz medvék, azon tényleg. Igen. Az, hogy miért származik onnan, hát ugye azt tudod a történetét, hogyha tényleg ezek a tüzérek találták ki annak idején, vagy én nem tudom. A golyóval. Ja. Jó, szóval te... Mindenki csinálja viszont azt. Ja, szóval te nem azért találtad meg ezt a sportot, mert te is onnan származol, csak véletlen folytán. De lehet, a kötődés egyébként most... Erre gondoltam. Igen, 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 valahol... Próbáltam kihozni, de nem sikerült. Eddig kerestem, és most jutottam el. Jó, mik a céljaid? Jó sokat edzesz te is azért. Megnyerni. Megnyerni. Hány darabot szeretnél csinálni?